Szép estét kívánok, köszöntöm az ünnepi beszélgetések nézőit. Vendégem Spány Attila megyes püspök, tisztettel köszöntöm, excellenciás uram. Szeretettel köszöntöm én is. Engedje meg, hogy visszautaljak egy tavalyi gondolatára. Úgy fogalmazott, hogy részben az ember sürgeti, hogy a nehézségek közepette is szeretne meglepetést készíteni, ajándékot adni azoknak, akiket szeret. Tapasztalom azt a fenyegetettséget, amit egy világjárvány okoz mindannyiunk életében, ez alól senki nem képes kivonni magát, sokféle aggodalom él a szívünkben. Nos, nyilvánvaló, hogy ez 2020-ban igaz volt, igaz ez a 2021-es esztendőre is, hiszen függetlenül attól, hogy mindent megtettünk, amit lehet tenni, tehát bezárkoztunk, óvtuk egymást és magunkat, családunkat, mindnyájunkat, azért ez óriási felelősséggel bír egy ilyen koronavírus járványos időszak. Miként sikerült átvészelni, milyen nehézségeket okozott? Egy kicsit erről beszéljünk. Azt hiszem, hogy a koronavírus kivétel nélkül mindannyiunkat megviselt, és mindannyiunk van, ott hagyta a nyomát. Akár megfertőződtünk, akár nem fertőződtünk meg, hiszen az aggodalom ott élt a szívünkben, nem csak azért, hogy esetleg mi magunk betegek leszünk, hanem aggódunk azokért is, akiket szeretünk, és aggódunk azokért is, akik azt gondolják, akkor tesznek jót, hogy nem oltatják be magukat, és ezzel veszélyt jelentenek saját maguk számára, szeretteiknek, és persze mindannyiunk számára is. Sajnos ez a járvány, ez sok programot megakadályozott. Oly módon, hogy vagy meg se tudtuk tartani, mert nem lehetett összegyűlni, vagy pedig csak nagyon korlátozott körülmények között tudtuk ezeket megtartani. Ezért aztán igazán nagy öröm volt, amikor végre úgy éreztük, hogy van egy kis szabadságunk, egy kicsit felszabadulhattunk, és igazán tudtuk a programjainkat szervezni, tudtuk meghívni az embereket és megajándékozni őket, nem csak a szeretetünkkel, hanem azokkal a lelki ajándékokkal, amelyek megerősíthették őket a következő időszakok hétköznapjaira, azokra a napokra, amikor talán egy picit a járvány fenyegetettségétől szabadabban tudták élni az életüket. Mi is így tettünk, és így, amikor ez a szabadság egy kicsit elért bennünket is, elsősorban a nyári hónapokban, akkor örömmel éltük meg templomainkban, közösségeinkben azt a szabadságot, amelyet Istentől kapott ajándéknak tekintettünk. Igen, hiszen bár a tér nem volt zord az elmúlt esztendőben, de azért hozzátehetjük, hogy a Covid pandémia rányomta a bélyegét a közösségi alkalmakra. Viszont virágvasárnapi szentmise már volt, és barkát szenteltünk. Én azt hiszem, hogy az egy abszolút pozitív élmény volt, mint mindig. Sőt, még inkább, hiszen úgy éreztük, hogy elmúlt. Aztán nem, de hát ez mégiscsak egy csoda pillanat volt. Ugye a Nagybőjtben még ott volt erősen a fenyegetettség és a félelem mindannyiunkban. Mi valami módon próbáltuk tovább folytatni az életünket, nem zártuk be a templomokat, de lehetőséget adtunk arra, hogy a templomokba, akik félnek, akik betegek, persze, hogy ne jöjjenek el, de egyáltalán lehetőség volt az online misékbe való bekapcsolódásba. Egészen más azonban, amikor elmehetünk, és a liturgiának a részesei lehetünk. A nagy hetet itt sikerült a virágvasárnapi barka szenteléssel elkezdeni. Egy kicsit bíztunk abba, hogy az emberek érezve a fenyegetettséget, kevesen fognak személyesen részt venni a liturgiákba, a többségben pedig a televízión keresztül, éppen önöknek a segítségével esetleg tudnak bekapcsolódni ebbe a nagyon szép nagyheti szertartásba, és ez így is történt. Hála Istennek soha nem tapasztaltuk, nem volt semmi olyan jel, hogy valaki ezeken a liturgiákon fertőződött volna meg. Tartottuk az előírásokat, és így betartva azt érezhettük, hogy valami biztonságunk mégiscsak van. Igen, és ez egy fontos lépcső, bármennyire is nem beszélünk róla, az, hogy az online tér kinyílt a hívők előtt is, és minden eddiginél jobban, igaz, hogy kényszerűségből, azért ez egy fontos lépés. Igen, ez egy egészen nagy dolog, és egy nagy kihívás is volt a számunkra, mert mi nyilvánvalóan időnként esetleg szerepelünk a televízióba, kamerák előtt, de
a legtöbb pap számára azért ez egy új világ volt, és egy új kihívás volt, aminek a lehetőségeit, technikai lehetőségeit azért meglepő gyorsan sikerült megtalálni, kiépíteni, és örülök annak, hogy ebben a vészterhes időben legalább ilyen módon az emberek valamilyen lelki táplálékhoz, erősítéshez jutottak. Igen, és ettől nem lehet elvonatkoztatni, hiszen utána jött húsvét ünnepe, nagypéntek, és ráadásul Pruhászka Ottokárra is emlékezni kellett, és azt gondolom, hogy bármennyire is felszabadultnak érzi magát az emberfia, azért tudomásul kellett vennie a papságnak és a hívőknek egyaránt, hogy ez hosszú ideig fog tartani. Igen, erre föl kellett készülnünk sajnos, és látjuk, hogy itt vagyunk az év végén tulajdonképpen, és a fenyegetettség most is megvan, és senki nem tudja, az egész földgolyó, senki nem tudja, hogy az a fenyegetettség meddig tart. Nagyon fontos, hogy belsőleg legyünk erősek, hogy a lelkünk legyen szilárd, és a hit, a remény, és persze a szeretet az ott legyen a lelkünkbe. Igen, a szeretet hozta a zarándok utakat is. Én azt hiszem, hogy ezek nem maradtak el, és nagyon-nagyon fontos volt, hiszen a szeretet útján gyalogos zarándoklat, illetve a magyar szentcsalád nyomában is bizonyította, hogy bármilyen a helyzet, azért ezeket az ünnepi alkalmakat meg lehet tartani. Nagyon fontos volt a fiataloknak az arándoklata, Bodajkra, arra való készület, az együttlétnek a megélése, és persze a többi zarándokút, azok a ünnepi események, amelyeken hála Istennek mindig sokan voltak. Nagyon bölcsen és nagyon határozottan érezték az emberek, felelősen gondolkodva, hogy mikor lehet elmenni, és mikor nem szabad elmenni. És mindenhol tudtak vigyázni magukra és vigyázni egymásra. És így lehetett az, hogy ezek a szép zarándok utak lelki erőt jelentettek, a közös élményt megadták, hiszen attól szenvedünk, hogy az ember magára marad, bezáródik, a kapcsolataink elkönnyülnek, ellazulnak, és ez nem tesz jót az ember lelkének és szellemének sem. Egy ilyen zarándokút, egy közös élmény, az erősíti az ember belsejét is, lelkét is. Mindenképpen megerősítést jelent, mint ahogy az a gondolat is, amit most idéznék a Szent István királyunk ünnepéhez kapcsolódó szentmiséghez, illetve az ünnepkörhöz, ugye, hogy azért jöttem, hogy tüzet hozzak a világra, és mi mást akarok, mint hogy égjen. Igen. Ez is egy furcsa és különleges pillanat volt, hiszen megszoktuk, hogy kitágul a világ augusztus 20-a tájékán. Most ez nem egészen így történt, ennek ellenére viszont a méltósága megmaradt. Nagyon nagy örömmel gondolok vissza erre az augusztusi ünnepség sorozatra tulajdonképpen, ami 14-én a fogadalmi szentmisével kezdődik, és aztán az egész hétnek az ünnepi eseményei csúcsosodnak be az augusztus 20-ai ünnepi szentmisében. Öröm volt, mert sikerült szépen megrendezni, úgy, ahogy az a hagyományainkban benne van. Öröm volt, mert mégis sokan voltak, legalább annyian, amennyien lehettünk, amennyien szabályosan a törvényekhez igazodva lehetőségünk nyílt erre, és sikerült azt a lelki élményt adni az embereknek, amire igazán szükségük volt. Nagy öröm volt, hogy Németországból is eljöttek a vendégeink, és velünk együtt ünnepeltek. Fontos ez a Gizellával való kapcsolatunk miatt, hiszen ő Bajorországból jött hozzánk, oda is tért vissza, és ezek az atyák, akik megjöttek és velünk együtt ünnepeltek, onnan hozták nekünk Gizellának a lelkületét tulajdonképpen. Egy fontos pillanat, mert utána nyilvánvaló az eukarisztikus világkongresszusról hosszasan kell, hogy beszéljünk, hiszen ez egy nagyon-nagyon fontos pillanat volt hazánk életében, és a katolikus egyház életében nem különben. De az egyházmegyei látogatóközpontot szúrjuk be. Én azt hiszem, hogy az egy olyan pillanat volt, hogy tényleg megerősödött bennünk az, hogy Székesfehérvár egy különleges város, hiszen ilyen másutt nincsen, ilyen Szent István ünnepek nincsenek másutt, és végül hosszú idő után megvalósult ez a csoda. Székesfehérvár egy egészen különleges és semmi mással föl nem cserélhető vagy össze nem keverhető város.
úgy gondolom, hogy Szent István Fehérváron volt igazán otthon. Ez volt az ő otthona, ahol a családjával tudott igazán szeretetben, a találkozás örömében együtt lenni, akkor, amikor erre nekik módjuk volt, és ezért is szeretjük mi azt mondani, hogy nem csak Szent István városa, hanem az első magyar szent család városa is Székesfehérvár. Nagyon fontos volt, hogy ez a látogatóközpont megépüljön, és valami olyan módon épüljön meg, hogy idézze a múltat, de üzenjen a jelennek is. És így sikerült megtalálni ezt a formát, amely a várfalra épülve, a várfalnak az erejét, a város védelmét is próbálja szimbolizálni, de belül egészen modern és egészen alkalmas mindarra a célra, amire építettük. Gutowski Róbert kiváló építész, nagyszerűt alkotott, és igazán mi nagy örömmel vettük ezt az épületet, és öröm számomra az is, hogy a város is szereti ezt az épületet. Büszke rá, valamivel gazdagodott nem csak a katolikus egyház, hanem gazdagodott azt hiszem Székesfehérvár maga is. Igen, a mindennapi emberek számára is rendkívül fontos, és azért a látogatottsága is jelzi, hogy ez egy hiánypótló intézmény mindenféle értelemben. Igen, és egyre inkább nyilván, hogy elmúlik a fenyegetettség, a veszély, egyre inkább fognak jönni ehhez az épülethez, amely egy jó kiinduló pontja annak az zarándokútnak, amelyet mondunk Magyar Szent Család zarándokútja, de amelyre el lehet menni Bodajkra, meg lehet nézni Fehérvár nevezetességeit, és elvisz bennünket egészen Vértessomlóig. És akkor megérkeztünk a szeptemberhez. Ez dupla ünnep ebben az értelemben, hiszen kezdjük talán a Szent Imre általános iskola és óvoda megújításával. Régóta vártunk erre a pillanatra, gondolom, hogy ön is excellenciásra. Az iskola, hála Istennek, nagyon szépen működik. A gyerekek nagyon szívesen vannak az iskolába, és jó színvonalon sikerül a gyerekeket tanítani és nevelni. De azt láttuk, hogy nem tud fejlődni az iskola, kicsi, kinőttük. Egyre többen akarnak oda jelentkezni, és az, hogy a jelentkezőknek legyen helyük, ez valamiféle megoldást kellett találni. Többféle megoldáson törtük a fejünket. A polgármester úrral is többször beszéltünk erről a kérdésről. Végül is az a megoldás maradt, hogy próbáljunk meg valami egészen újszerűt találni, és az iskolán belül teremtsük meg az új lehetőségeket. Az iskolát így valami egészen különleges módon és valami egészen szépséges módon sikerült megújítani. A padlástérnek a beépítésével, az udvar tereinek a fölhasználásával, oly módon, hogy ezek az udvari terek is megnőttek, több szinten tudjuk ezeket most használni, és az iskola így alkalmassá vált arra, hogy gimnázium osztályokat fogadjon be, tehát mostantól kezdve már Szent Imre óvoda, általános iskola és gimnázium, úgyhogy ősztől várjuk a gimnazistákat majd az iskolába, és sikerült megerősíteni azokat az eszközöket, azt az eszközparkot, tehát azokat a pedagógiai segédanyagokat, az okostáblákat és mindazokat az eszközöket, amelyekre ma szükség van egy tanárnak, és szüksége van egy modern iskolának, hogy a gyerekek tudjanak igazán jól tanulni, akár természettudományt, akár művészetekről, vagy akár éppen nyelveket, vagy ami nagyon fontos ma, a számítástechnikát. Éppen tegnap voltam ebben az iskolában hálát adni és meggyújtani a harmadik adventi gyertyát, és nagy-nagy öröm volt a gyerekekben, hogy ezt az új aulát úgy tudják használni, hogy kényelmesen minden gyerek ott tud lenni egyszerre, tudunk egyszerre szólni a gyerekekhez. Nagy öröm volt a gyerekek fegyelmezettség, a gyerekek öröme, és az iskolának ez a nagyon szép és modern megjelenése. Más kontextusban ugyan, de hadd idézzem önt, hiszen ez kapcsolódik a Szent Imre iskolához, illetve arról a jövő, ahhoz a jövőképhez, amelyet ez megjelenít. Ha az ember biztonságban érzi magát, erőt, belső lendületet kap, az élet valami olyan belső tartalmat kap, amivel másokat is tud segíteni, mert a hitben élni akaró ember sohasem csak magára gondol. Tehát ez egy olyan jövőkép a Szent Imrével, ami azt hiszem, hogy biztonsággal töltheti el hívőket és nem hívőket egyaránt. Szeretettel várjuk a gyerekeket, családokat oda.
eukarisztikus világkongresszus elmaradt, várva vártuk már, aztán mégis megvalósult, nem úgy, ahogy ezt eredetileg elképzelték a szervezők, de én azt gondolom, hogy akkor is egy óriási történet, hogy hazánk adhatott otthont ennek a rendezvénysorozatnak. Egy egészen kivételes ajándék volt ez tulajdonképpen, hiszen látjuk, hogy 1938-ban volt korábban egy eukarisztikus kongresszus, tehát nem mindennapi esemény, nem minden nemzedéknek az életében fordul elő, hogy egy ilyen nemzetközi nagy rendezvénnyel az egyházban tud találkozni. Nagyon szépen előkészítettünk mindent, és nagyon nagy létszámú eseményekre készültünk. És aztán jött a fájdalmas hír, hogy nem lehet megtartani. Ezt a kongresszust el kell halasztani, mert a körülmények annyi embert sodorhatnának veszélybe, amit senki nem vállalhat jó lélekkel. Amikor kitűztük a következő időpontot, tehát egy évet csúsztattuk ezt a programot, akkor azt láttuk, hogy például jóval kevesebb volt azoknak a szám, akik jelentkeztek az első áldozásra, a közös első áldozásra. Ha egy évvel korábban tartjuk, akkor többszöröse lett volna a gyerekeknek. De úgy gondoltuk, hogy ez akkor is szép lesz, és mindenki megérti, tudja, hogy most egy ilyen nehéz időszakban ennyi ember mer vállalkozni, ennyi ember tudja ezt fölvállalni és megtenni, hogy eljön egy ilyen közös eseményre. Végül is, amikor megtörtént ennek az eseménynek a megnyitása, ennek a ünnepség sorozatnak a lelkisége, aztán az azon résztvevő emberek nagy száma, a elmélyült jelenlét nagy-nagy ajándék volt mindenkinek. Mindenki azt tapasztalta, hiszen a világ minden tájáról jöttek ide emberek. Főpapok jöttek ide, művészek jöttek ide, zarándokok. Ezek az emberek mind azt tapasztalták, hogy ez valami nagyon jó hangulatú, valami nagyon lelket emelő és szívet erősítő esemény. Valóban találkoztak nem csak egymással, hanem az eukarisztiában, az oltári szentségben Jézus Krisztussal. Nagyon fontos volt az, hogy ezek az emberek egy olyan módon tudtak tapasztalatot szerezni Magyarországról, Budapestről, ahogy máshogy nem nagyon van módjuk rá. Most megtapasztalták, hogy itt szabadon lehet jönni, menni, hogy az város milyen gyönyörű, szép, hogy itt senkinek nem kell félelemben élnie, hogy a városban való élet az sokkal szabadabb és biztonságosabb, mint akármelyik másik városban a világon. És amikor eljött a Szent Atya, és itt volt velünk, az ő közvetlensége, az ő szeretete, nagyon nagy öröm volt mindenkinek, aki ott volt. A korábbi találkozásokban egyesek próbáltak mindig valamiféle negatívumot találni, hogy nem ment elégszer a magyarokhoz, hogy nem beszélt, nem mondott ki elég magyar szót. Sok minden volt. Most azt tapasztaltuk meg, hogy a Szent Atya szívének egész szeretetével volt itt velünk, kitárta lelkét, kitárta szeretetét, és így beszélgetett nem csak a hivatalos állami vezetőkkel, hanem így szólt hozzánk is, püspökökhöz, így beszélt a különböző felekezeteknek a képviselőihez, és legfőképpen az a hatalmas tömeghez, amely a záró misén jelen volt. Nagy öröm volt, hogy szólt magyarul hozzánk, hogy elmondta, hogy mekkora öröm van benne, végig ott volt velünk az énekeken a Szent Mise legvégéig, és ott volt velünk azon az alkalmon, amikor az áldást kiadva a himnuszokat is elénekelte, jelen volt az áldásukon. És nagy öröm volt az a kijelentése, amit azóta is többször megerősített, hogy ez olyan nagy élmény volt neki is, aki hát nyilván sokszor találkozik sok-sok emberrel, de ennek a bensőségességét megsejtette, hogy el akar jönni Magyarországra hosszabb időre. Nem csak egy ilyen szentmisére, nem csak egy viszonylag rövidebb látogatásra, hanem egy hosszabb időre, mert most tapasztalt meg valamit, amit eddig ő így elképzelni se tudott talán. Ez egy olyan ajándék volt a magyar egyháznak, az egész magyar nemzetnek, és az ország becsületének is azt hiszem a világ előtt, amelyért az Istennek tudunk csak hálát adni. Itt az, amit mi megcsináltunk, az sokkal jobban sikerült. Az, amiben mi reménykedtünk, az túlhaladta a valóság.
igazán nagy örömmel gondolunk vissza, és azok a könyvek, amik most jelennek meg, visszatekintve az eukarisztikus kongresszusra, képekben bemutatva az eseményeket, én azt hiszem, hogy mindazoknak a számára, akik ezt megveszik, nagy-nagy öröm lesz, és szívesen fognak visszaemlékezni, én is ott voltam, vagy legalább bekapcsolódtam a televízión keresztül ezekbe az eseményekbe. Bizonyos vagyok benne, hogy akár még Pacelli bíboros, a későbbi 12. Pius pápa, aki 1938-ban mondta azt az emlékezetes rádióbeszédet is, úgy tekint le ránk, hogy ezek csoda pillanatok voltak. Aztán eljött a november Minden Szentek ünnepe. Én azt gondolom, hogy ez szintén fontos hívőnek és nem hívőnek egyaránt. Valóban emlékezni azokra, akik velünk voltak, akiket szerethettünk, akik hiányoznak, velük való közösséget megélni és megtapasztalni egy lelki szinten, az nagyon-nagyon lényeges dolog. Akitől elszakadunk, akitől elszakít a halál, Covid vagy bármi más halál, azok azért valahogyan mégiscsak érezzük, hogy velünk vannak. Nem tudjuk a hangjukat hallani, és nem tudjuk őket megsimogatni, és nem érezzük az ő simogatásukat sem, de ugyanakkor lelkünkben hordozzuk őket. A Szentírás azt mondja, hogy a hit is elmúlik, a remény is megszűnik, hiszen amikor eljutunk a mennyországba, ott színről színre látjuk az Istent, amiben most reménykedünk, és akiben most hiszünk, de akkor majd eljön ez az Isten, és megmarad az szeretet, az örök szeretet, az az egyetlen valóság, ami mindig megmarad. Amikor Minden Szentek ünnepét ünnepeljük, és emlékezünk a halottainkra is, ezzel a szeretettel tesszük, fölidézzük mindazt, amit tőlük tanultunk, amit tőlük kaptunk, és próbáljuk ezt magunk is továbbadni. A szeretetet, a megbékélést, az elfogadást, az egymás iránti kedvességünket, mint egy megsokszorozva próbáljuk adni és nyújtani egymásnak. És most pedig megérkeztünk Adventhez. Nagyon fontos pillanatok voltak. Az egyik a Szent István Művelődési Házról méltatlanul kevés szó esett, pedig a keresztény szellemiség otthona azt hiszem, hogy ebben az esztendőben is bizonyította, függetlenül attól, hogy számtalan rendezvénynek sajnos nem adhatott otthont a Covid miatt, de hogy jó helyen van a keresztény kultúra Székesfehérváron. Másrészt viszont megnyílt a Betlehemi Szép Csillag kiállítás, én azt mondom, hogy az gyönyörűség ma is, tehát rendkívüli méltósága van esztendőről esztendőre. A Szent István Művelődési Ház, hála Istennek, azt a nagyon fontos küldetését, amelyet hordoz a városban, jól tölti be. Számtalan fontos és szép lelket emelő, és az embert bensőleg is gazdagító eseményről tudnának számot adni, hogyha lenne erre megfelelő időnk. Tehát nyilván... Igen, ezt esztendőt, Jakubek Ágival megbeszéltük, csak most a Betlehemi Szép Csillagot sem. Egy esztendőt áttekinteni nem tudunk. A Betlehemi Szép Csillag az minden esztendőben egy nagyon kedves kiállítás. A kézművesek szervezik, hozzák oda hozzánk, és elképesztő, hogy milyen sokan jelentkeznek alkotásokkal, és milyen sokan akarják bemutatni azt, amit ők szívük szeretetével megcsináltak, és hogy ezek milyen szépek, milyen gazdagok. Nem csak az egyén gazdagsága megdöbbentő, hanem az is, hogy mi ezt befogadhatjuk, és ez a mi ajándékunk. Valójában, akik eljönnek megnézni ezt a kiállítást, azok mind-mind szívükben gazdagodva térhetnek haza majd. Az adventi első gyertya meggyújtása mindig ünnep, mint ahogyan az adventi udvar megnyílása is. Én azt gondolom, hogy mindkettő példázza, hogy ez az időszak mindenféle háborúságtól, bajtól mentesen is közösen ünnepelhető. Fontos is, hogy közösen tudjunk ünnepelni. Megvannak azok az alkalmak, ahol a vitás kérdéseket, ahol az egyet nem értésnek a probléma körét nyugodtan, kulturáltan végig lehet gondolni és meg kell beszélni, de sokkal inkább fontos azt keresni, ami összefűz, azt keresni, ami közösen ünnepelhető. És az advent az ilyen közös ünnep. Egy keresztény kultúrkörben mindenképpen közös ünnep. Nagyon fontos volt számunkra, amit tavaly nem tudtunk megtenni. Hiába építettük fel az adventi udvart, nem lehetett kinyitni, hogy idén erre mód nyílt, és ezt megtettük, és
látjuk, hogy az emberek milyen nagy szeretettel és milyen nagyon nagy számmal jönnek be, körbejárnak, vagy vásárolnak, vagy csak nézelődnek, a gyerekek játszadoznak, de valami lelki békét gyűjtenek be magukba, valami megbékéléssel tudnak tovább menni a maguk életében, és tudnak készülni karácsony szent ünnepére. Az adventi ünnepkör az mindig varázslatos. A maga Rorate miséivel, az adventi koszorúval, a készülődés örömével, a belső ráhangolódással, aminek számtalan formája van, de egy nagyon-nagyon fontos formája az éppen, ami a püspöki kertben, az adventi udvarban megtalálható. Excellenciás uram, köszönöm szépen, hogy megtisztelt, és engedje meg, hogy egy öntől származó gondolattal búcsúzzam a nézőktől. Az advent arra hív bennünket, hogy szabaduljunk fel, ne engedjük, hogy a világban jelenlévő valóságok egyedüliekként uralják az életünket. Úgy legyen. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, az ünnepi beszélgetések sorában Spány Antal megyéspüspök volt a vendégünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!